Gyakori vendégek az utóbbi időben az öttusázók az Egyesület székházában. A mostani köszöntés apropója, hogy a hétvégén több albaolános versenyzés éremmel tért haza a Junior Európa bajnokságról. Közülük is kiemelkedik Kovács Sarolta és Demeter Bence, akik egyéni aranyérmet szereztek. Belülről kicsit nehéz volt, mentálisan és fizikálisan el voltam fáradva, de úgy gondolom a formát sikerült jól átmenteni arra az Európa bajnokságra. Ugye váltóval kezdtünk, itt elég kimagaslóan teljesítettem magamhoz képest. Aztán utána kicsit megfáradtam, de sikerült magam fölé kerekedni és végül megszerezni a győzelmet. A klub részéről elvárás volt a győzelem, hiszen két korosztályos világbajnokról van szó, akik már a felnőttek között is letették a névjegyüket. Tavaly, amikor megnyertük a Junior VB-t, azért most mindenki ezután elvárta, hogy megint hozzuk az eredményt. Kezdőből nehezebb volt versenyezni, hogy én is elvártam magamtól a teljesítményt, illetve mások is, de tényleg ugye az egész nap jó napot fogtam ki megint, és hát nagy akaraterővel, mert a végén azért kellett megint egy nagy hajrá, hogy tudjak nyerni, de sikerült nyernem. Természetesen a vezetőség is maximálisan elégedett az eddigi szerepléssel. Én azt gondolom, hogy az eddigi legeredményesebb ötöse év után vagyunk, hiszen nagyon ritka az, amikor felnőtt versenyen is nagyszerű eredményeket érünk el, olimpiai kvalifikáció van, és a juniorok pedig továbbra is csodálatosan teljesítenek. Én azt hiszem és tudom, hogy egy nagyon-nagyon komoly szakmai munka után érkeztünk ennek az évnek az elejéhez, és a célkitűzések, hogy olimpiai kvalifikáció, illetve a juniorok között a világban tavalyi megszerzett világbajnoki címek után újabb érmeket szerezzünk, ezek 100%-osan teljesültek. Természetesen elégedettek vagyunk, hiszen az elvégzett munkának megvan a gyümölcse. És ne felejtsük, novemberben junior világbajnokságot rendeznek Buenos Airesben. Két magyar címvédővel.